Hello, hello, sziasztok! Remélem, jól vagytok. És itt van a második rész ennek a magyarázat videónak. Dis pas n'importe quoi! Tu payes même pas de loyer! Tu craches encore chez ta mère! Dis pas n'importe quoi! Ne dis pas n'importe quoi! Ne dis pas n'importe quoi! Nem mondjál, ezt úgy mondjuk, hogy nem mondjál hülyeségeket, de n'importe quoi az nem azt jelenti konkrétan, hogy hülyeség, hanem ez egy ilyen kifejezés. N'importe quoi. N'importe, az akár. N'importe quoi, azt mondanám, hogy úgy kéne fordítani, hogy akármi. De n'importe quoi, az tényleg úgy értjük, hogy hát akármi, de úgy mondva, hogy hülyeségeket mondasz. N'importe quoi. Szóval, hogyha valaki azt mondja nektek, hogy n'importe quoi, tudjátok, hogy azt jelenti, hogy azt gondolja, hogy hülyeségeket beszéltek. Nem mondjál hülyeségeket. Tu ne payes même pas de loyer. Tu ne payes. Te nem fizetsz. Même is. Szóval te nem is fizetsz. Tu ne payes même pas de loyer. Loyer az a lakbér. Szóval te nem is fizetsz lakbért. Tu crèches encore chez ta mère. Tu crèches, tanultuk a másik videóban. Crécher az lakni. Nem egy olyan szó, amit rendszeresen használunk arra, hogy lakni, mivel mondtam nektek, az habiter vagy loger, de azért mondjuk. Tu crèches encore, még mindig, chez ta mère, az anyádnál. Ne hülyéskedj, nem is fizetsz lakbért, még mindig az anyádnál laksz. Mais pas du tout, arrête de m'enquiquiner. D'ailleurs, t'as pas 100 balles. Mais pas du tout, mais pas du tout, hát abszolút nem. Teljesen nem, mais pas du tout. Arrête de m'enquiquiner. Arrête, fejezd be, de m'enquiquiner. Manki-kiné. Ezt gyerekeknek szokták mondani, amikor idegesítő viselkednek, hogy fejezd be, ne idegesíts. De enki-kiné, ez tényleg egy olyan szó, amit olyan nem nagyon sokszor használunk. Enki-kiné. Mondjuk ez azt jelentené, hogy basztatni, de úgy nem olyan durván, mint ez a magyar szó, hanem egy kicsit enyhébben idegesíteni. D'ailleurs, t'as pas 100 balles? D'ailleurs, egyébként, ami a többit illeti, d'ailleurs, t'as pas 100 balles, tu n'as pas, ez a t'as pas, 100, ez a 100, balles, ezt is tanultuk a másik videóban. Így mondjuk a pénzt. Szóval nem tudnál kölcsön adni egy százast? Úgy értem. Szóval ez azt jelenti, hogy dehogy is, ne idegesíts. Egyébként nincs egy százasod? Bah, non. Enfin, voilà quoi. Bah, non. Enfin, voilà quoi. Hát, nem. Enfin, voilà quoi. Szóval ez van. Non mais j'en ai besoin parce que bon, enfin voilà quoi. Non mais j'en ai besoin parce que bon, non mais j'en ai besoin, non mais hat nem hat j'en ai nakam von besoin sukségem ra j'en ai besoin nakam sukségem van ra. So nem hat nakam sukségem van ra. Non mais j'en ai besoin. Parce que bon, mert, hát, mert, jó, enfin, voilà quoi. Na, szóval, ez van, látod, ez van. Non mais j'en ai besoin parce que bon, enfin, voilà quoi. Hát nem, de hát szükségem van rá, mert, na, szóval ez van. Bah non, quand même, tu me donnes déjà pas mal de blé, c'est bon là. Bah non, quand même.
Ben non, quand même. Hát nem, azért mégse. Ben non, quand même. Tu me dois déjà pas mal de blé, c'est bon là. Tu me dois. Te nekem tartozol. Déjà, már. Pas mal. Hát elég. De blé. Blé, mondtuk. Múltkor, az a pénz. Szóval, tu me dois déjà pas mal de blé. Hát, már nekem tartozol elég pénzzel. Pas mal, az itt azt jelenti, hogy elég. Vagyis a mal az, amikor fáj valami, fáj, mal. De, mint például, j'ai mal, nekem fáj. De itt, tu me dois déjà pas mal, te nekem már azért elég sokkal tartozol. Ez itt azt jelenti. Tu me dois déjà pas mal. Te nekem már sokkal tartozol. Nem is kell hozzáadni, hogy de blé, vagy de fric, vagy d'argent, mert amikor valaki azt mondja, hogy te nekem már elég sokkal tartozol, mindenki tudja, hogy pénzről beszélünk. C'est bon là, c'est bon là. Ezt azért mondja, mert itt fejezzük be. C'est bon, ez jó, là, itt. Szóval fejezzük itt be. Ez most már elég. Úgy mondva, hogy ez úgy érti, hogy ez már túlzás. C'est bon là. Elég. Hagyjuk abba. Ouais, mais j'ai plus une thune en ce moment. Ouais, mais j'ai plus une thune en ce moment. Ouais, hát ez megint a oui. Mais je n'ai plus, de nekem már nincs, une thune, tanultuk, ez is a pénz, mais je n'ai plus une thune, de nekem már nincs semmiféle pénzem se, en ce moment, mostanában. Szóval, ouais, mais j'ai plus une thune en ce moment. Hát igen, de nekem mostanában már nincs semmiféle pénzem. Ben, c'est pas mon problème, mon pote. Ouais, ben c'est pas mon problème, mon pote. Hát igen, de ez nem az én problémám, barátom. Ouais, megint a oui. C'est pas, szóval ez a ce n'est pas, csak úgy mondjuk, hogy c'est pas. A ne, negatív ne izéket nagyon sokszor kivesszük a mondatokból, amikor beszélünk. Ce n'est pas, c'est pas. Mon problème, az én problémám. Mon pote. Én barátom. Pot az a barát. Ouais, ben c'est pas mon problème, mon pote. Hát igen, ez nem az én problémám, drága barátom. Remélem, hogy tetszett ez a lecke, és hogy most már jobban megértitek ezeket a kis szavakat, amik tulajdonképpen mindent is, meg semmit is jelentenek, és legközelebb is találkozunk egy másik francia leckén. Sziasztok!